are an international company, and we provide IT services for multinational customers, medium and big size. We are owned by T-Systems International, and T-Systems International is a brand of Deutsche Telekom, and we are responsible for the business customer. So Magenta T is one of our major important topics. But we are an Hungarian company, and this means we are present in four locations in Hungary. So our main part is Budapest, but we are also located in Debrecen, in Pécs and Szeged. Today, I'm very, very proud to tell you that we achieved the number of 4,000 employees. 4,000 employees. We were founded in 2005, and 10 years later, we can announce 4,000 IT employees. And we will establish in 2015 400 additional employees to these 4,000. You see, we are still growing. What is the strategy behind this growth? T-Systems will be, in 2018, the market leader in European cloud business. Nagy öröm számomra ez a mostani meghívás, illetve lehetőség, hiszen Újbuda ismételten azt is tudja bizonyítani, hogy versenyképes, és a kormányzati segítséggel egy folyamatosan növekvő, gyarapodó kerület. Ez bizonyítja az is, amelyet elnök asszony beszédében is említett, milyen fontos az egyetemek jelenléte. Egyetemi város Újbuda, hiszen 7 felsőoktatási intézménye rendelkezik. Infoparkban van a székhelye, budapesti telephelye már 2006 óta az IT Services Hungary-nek, amely megfelelő helyet biztosít arra, hogy az a fiatal nyelveket beszélő értelmiségi réteg munkavállalóként meg tudjon jelenni a cégekben, amely számunkra is nagyon fontos, hogy ezzel a kerület ilyen módon is gyarapodjon. Nem véletlenül lett az IT Services Hungary a legjobb munkahely 2014-2015-ben, hiszen elnyerte a European Business Awards Employer of the Year kategóriája fődíjat, és 2014-ben szuper brand is lett. Ahogy említettem, nagyon fontos az egyetemek jelenléte. A Műszaki Egyetem és az ELTE-nek három kara, és a többek között az informatikai kar is a kerületben működik, és folyamatosan bocsátja ki a magasan képzett fiatal munkaerőt. Nagyon fontos a nagy cégekkel való CSR tevékenység is, hiszen ez komoly kapcsolatot jelent a kerület, a vállalatok és a kerület lakói között. Én őszintén bízom abba, és a kerület természetesen felajánlja minden segítséget a tekintetben, hogy az egyetemekkel egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolván ez a kapcsolat még élőbb és innovatívabb legyen. Úgyhogy köszönöm a új munkahelyi teremtési lehetőségeket ilyen módon is. Köszönöm a figyelmüket. Én azt gondolom, hogy a közelmúltban napvilágra került adatok és a közelmúlt gazdasági fejleményei egyértelműen azt bizonyítják, hogy helyes gazdaságpolitikai döntéseket hozott a kormány akkor, amikor egy külgazdaság orientált új külpolitikai stratégiát határozott el. Ugyanis a magyar gazdaság egy rendkívül nyitott gazdaság, és egy ilyen rendkívül nyitott gazdaság akkor tud hosszú távon kiszámíthatóan és dinamikusan növekedni, hogyha a teljesítményét külgazdasági eszközökkel is folyamatosan támogatni tudjuk. Magyarul, hogyha külgazdasági oldalról alá tudjuk dúcolni a nemzetgazdaság teljesítményét, akkor az hosszú távon és kiszámíthatóan növekedni fog. Ezért is volt nagyon fontos az a hármas cél meghatározás, amelynek értelmében a magyar külpolitikának azt kell előmozdítania, hogy Európában, hazánkban legyen a legmagasabb az ipar hozzáadott értéke a nemzetgazdaság teljesítményéhez, hogy nálunk legyen az export aránya a legmagasabb a GDP-hez mérve, és nálunk legyen az egyfőre jutó legmagasabb közvetlen külföldi működő tőke Közép-Európában. Most az első negyedév adatai azt mutatják, hogy a nemzetgazdaság teljesítménye újabb 3,5%-kal tudott növekedni, és hogyha megnézzük, hogy ezt milyen struktúrában tette a nemzetgazdaság, akkor azt látjuk, hogy a külgazdasági célkitűzések helyesek és eredményesek is voltak. Ugyanis a magyar gazdaság növekedését az idei esztendő első negyedévében alapvetően az ipar teljesítménye,
az export teljesítménye, illetőleg a szolgáltatások külkereskedelme húzta. Annál jobb alkalom nem is lehetne ezeket elmondani, mint az IT Services Hungary magyarországi kapacitásainak növekedését bejelentő sajtótájékoztatón. Ugye az ipar 8%-kal növekedett az ipar teljesítménye, a szolgáltatások külkereskedelmi aktívuma pedig az első három hónapban újabb 70 milliárd forinttal növekedve elérte a 405 milliárd forintot. Az exportról már nem csak márciusi, hanem áprilisi adataink is vannak. A ma reggel megjelent adatok szerint áprilisban 8,9%-kal nőtt a magyar export. Ami azt jelenti, hogy a magyar külgazdasági teljesítmény hosszú távon alá tudja támasztani a magyar nemzetgazdaság folyamatosan növekedő teljesítményét. Az esztendő első négy hónapját nézve, tehát január elejétől április végéig, a magyar kivitel 8%-kal növekedett összességében, ami azt jelenti, hogy az első négy hónapban 30 milliárd eurónyi export hagyta el Magyarországot. A külgazdasági adatok azt mutatják tehát, hogy a magyar modell működik, ugyanakkor azt is látni kell, hogy folyamatosan, kiszámíthatóan és kiegyensúlyozottan növekedő ipari teljesítményre csak abban az esetben számíthatunk, hogyha a megfelelően magas színvonalú szolgáltatásokat is az ország biztosítani tudja. Ezért Magyarország az elkövetkezendő időszakban is, a magyar kormány az elkövetkezendő időszakban is külön figyelmet fog fordítani az olyan vállalatokkal való együttműködésre, mint az IT Services Hungary. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő befektetési környezetet a magas hozzáadott értéket képviselő, magas színvonalat képviselő és magas export tartalommal dolgozó szolgáltató vállalatok számára. Ezért mind a kutatásfejlesztésre, mind a digitalizációra fordított költségvetési források jelentős mértékben növekednek az elmúlt időszakhoz képest. Kutatásfejlesztésre a most folyamatban lévő 7 éves Európai Uniós költségvetési időszakban, tehát 2014 és 2020 között kétszer annyi pénzt fordítunk, mint 2007 és 2013 között, így a kutatás fejlesztés céljait szolgáló források összege meghaladja a 750 milliárd forintot, vagyis a 2,7 milliárd dollárt. Az a célunk, hogy 2020-ra a kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya elérje a GDP 1,8%-át. Hogyha ezt a célkitűzésünket el tudjuk érni, akkor a magas színvonalú szolgáltatásokkal támogatni tudjuk a magyar ipar teljesítményének folyamatos növekedését. Másik célkitűzésünk, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia alapján 2018-ig minden magyar háztartásban elérhető legyen a széles sávú internet. Ezzel gyakorlatilag a magyar lakosság és a magyar vállalkozások számára elsősorban új piacok és új lehetőségek elérését tesszük lehetővé. Az IT Services Hungary Kft. 2006-ban nyitotta meg budapesti irodáját, ma már Debrecenben, Pécsett és Szegeden is van telephelye a vállalatnak, és mostanra a vállalat elérte a 4000 munkavállalót Magyarországon. 4000 olyan munkavállalót foglalkoztatnak, akiknek a döntő többsége a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Ráadásul magas hozzáadott értékű munkát végeznek, alapvető feltétel a nyelvtudás, és bizony az IT Services Hungary-nál biztosított fizetések is magyar nemzetgazdasági átlag fölött vannak. Az IT Services Hungary az idei esztendőben legalább 400 új munkahelyet hoz létre Magyarországon, 400 új, magas, hozzáadott értékű munkahelyet, amely pedig a magyar szolgáltatások, a magyar IT szektor további növekedését vonja magával. Természetesen Magyarország kormánya eddig is támogatta az IT Services Hungary munkahelyteremtő beruházásait, európai uniós forrásokon, valamint munkahelyteremtő költségvetési forrásokon keresztül mintegy 2,5 milliárd forintnyi támogatást tudtunk az elmúlt években biztosítani az IT Services Hungary számára, és most az idei 400 fős bővítéshez is természetesen rendelkezésre állnak a magyar költségvetési, valamint európai uniós források. Ráadásul az IT Services Hungary Kft. Működésének kiterjesztése azt is jelenti,
hogy az IT szektorban tevékenykedő magyar kis és közepes vállalkozások is újabb lehetőséget kapnak, tekintettel arra, hogy az IT Services Hungary 80 beszállítóinak 81%-a magyar vállalkozás. Ráadásul a cég 12 egyetemmel alakított ki hatékony együttműködést úgy, hogy Debrecenben gyakorlatilag külön tanszék szolgálja a vállalat számára képzendő hallgatók hátterét. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, az IT Services Hungary bizonyította, hogy a tudásba és a jövőbe hosszú távon fektet Magyarországon, és ezt az elkötelezettséget Magyarország kormánya támogatni fogja, hiszen, mint tudjuk, a munkahely teremtés a magyar nemzetgazdaság legfontosabb célkitűzése, és hatványozottan hasznosulnak azok a magyar munkahelyek, amelyek exportorientált tevékenység végrehajtása érdekében jönnek létre, márpedig a vállalatnál a bevételek 96%-a exportból származik, ami azt jelenti, hogy a magyar szolgáltatási tevékenység külkereskedelmi egyenlegének nagymértékű javulásában az IT Services Hungary Kft. Nagy szerepet játszott. Üdvözöljük tehát a vállalat döntését, hogy 400 új munkahelyet hoznak létre az idei esztendőben. Üdvözöljük a vállalat teljesítményét, amellyel elérték a 4000 munkavállalót, és továbbra is számítunk arra, hogy a vállalat a magyar infokommunikációs iparágban és a magyar szolgáltatások tevékenységében is a magyar gazdaság további fejlődését fogja szolgálni. Ehhez a magyar kormány minden támogatást megad, és kérem engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek azt az elkötelezettséget, amelyet Magyarország iránt mutatnak, megköszönjem azt az elkötelezettséget, amelynek nyomán a német tulajdonosokat meggyőzik arról folyamatosan, hogy Magyarországon a legjobb befektetni. Az önök tevékenysége is hozzájárul ahhoz, hogy most már hosszú idők óta a magyar-német befektetési és kereskedelmi kapcsolatok dinamikusan fejlődnek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönjük a jelenlétüket.